Szép jó napot mindenkinek! Megint a kedvenc húsomat fogom elkészíteni, a sertéstarját. Ez a disznónak szerintem a legfinomabb része, de csinálunk hozzá egy profi gombaszószt. Megmutatom hogyan. De először egy kicsit bepácoljuk a tarját. Ilyen szeleteket vágunk belőle. Ilyen másfél centiseket. És különösen nem fogjuk ezt túlfűszerezni, mert fokhagymával és rozmaring ágacskával fogjuk megsütni, vagyis meggrillezni. És megpergetjük egy pici fekete borssal mind a két oldalát. Így. Átforgatom. Én mindig az ilyen húsokat egy picit mindig szoktam előfűszerezni, és akkor jó, mikor egy kicsit pihen, hogy a fűszer érkezze átjárni. Így. Fekete bors. Egy pici só mindkét oldaláról. A húsokat általában nem kéne túlsózni, mert a tányéron, mikor már sülés után van, akkor szerintem finomabb. És akkor nem sózod el. És ezzel készen is volnánk. Egy ilyen szép tányéra szépen kirakjuk. És letakarjuk rozmaring ágacskákkal. Ennek már ilyenkor nagyon finom illata van, higgyétek el. Ebből egy picikel csak. Ezt pihentetjük. És szeretnék hozzá pirítani, vagy perkelni egy kis savanyú káposztát. Mert ilyenkor téli időszakban ehhez a disznós tuccokhoz nagyon szeretem köretként. De a savanyú káposztát általában nálunk csak disznózsíron szokták perkelni. Így is teszünk. Lassan hadd szóljon, és foglalkozunk a gombaszószal. Mindenki tudja, hogy a gomba nagyon szereti, vagyis párja a hagymának. Akármikor gombát sütünk, hagymával kell ízesíteni, az biztos. Sok hagyma, sok gomba. Egy pici olajat töltünk a palacsintavasba. Teszünk alá ennyi vajat. Az olajat és a vajat mindig össze kell keverni, párosítani, mert a vaj magába hamar megég. És jöhet bele rögtön a hagyma. Hadd süljön. Ez szerintem a legkönnyebb és legelterjedtebb gombaszósz, ami van a világon. Nagyon egyszerű, champignonból fogjuk csinálni, de akármilyen gombával ezt a procedurát meg tudod tenni. Felvágjuk az előpucolt champignon gombákat. Csak ilyen nagy darabokra. Úgy is majd összeesik. És botmixerrel fogjuk krémesíteni. Általában az ilyen disznóhúsokhoz ezt a gombaszószt éttermekben szokták adni. Én szeretem az ilyen sült húsokhoz az ilyen erdei ízeket. Én gyerekkoromban imádtam gombázni. Mellettünk volt az újfalusi erdő, oda jártunk mindig a nővéremmel, meg a gyerekkori barátainkkal. Volt olyan időszak, el se hiszitek, hogy nagyon sok gombát szedtünk. Az mindig akkor volt, mikor már nem találtunk egész nap semmit, és akkor el voltunk keseredve, és volt olyan, hogy ráakadtunk ilyen tisztásra, és ott teleszedtük magunkat. És ez volt nem is egyszer. Nézzük meg a hagymát, szépen sül. Ó, figyelj! Tökéletes. Már jön ki belőle a cukor, vagyis karamellizálódik a vörös hagyma. Ez pont jó.
jöhet bele rögtön a gomba. Hadd süljön össze. És szépen megkavarjuk. Nem sok idő, mindjárt összeesik. Egy picit sütjük, és utána nyakon öntjük tejszínnel. Ez a klasszikus gomba szósz receptje. Hagyma, gomba, vaj és tejszín. Általában úgy szoktam időzíteni, hogy minden kaja egyszerre legyen kész a tálaláshoz. Úgyhogy elkezdjük sütni a húsit. Figyelj, sütés előtt egy nagyon pici étolajat, és átkenjük. Csak így kézzel. Masszást csinálunk neki. Sok nem kell, mert a disznóhús az úgyis zsíros, és a grill sütőnk az nagyon jó, és nem fog oda ragadni. Mehet rá? Így, egyik, a másik szép nagy darabot, ide, és még egyet, ide. Rögtön rakunk a tetejére két ilyen ágacska rozmaringot, csak így félbevágunk egy fokhagymát, majd átjárja, így, mellé dobáljuk csak. És ezt nem szabad piszkálni, meg kell várni, hogy a húsnak a rostjai bezáródjanak, mert ezeket a sztékeket még átküldjük egy kicsit később a sütőbe. Figyeld, hogy néz ki a gomba, szépen felsült, a saját levét elpárologtattuk, megsózzuk, egy picit csak, és kell egy csipetnyi fekete bors. Elkavarjuk szépen, és jöhet a tejszín ide bele. Úgy. Szerintem ennyi elég lesz. Nézzük. Egy kicsit rottyanjon, és ki lehet kapcsolni, és készítsük a botmixert, mert mindjárt fogunk vele dolgozni. Csinálunk belőle egy krémszerű gomba szószt. Közben a husi is csinálja a saját dolgát. Hoppá, figyelj! A rozmarin elég, hogyha csak így a tetején van, mert nagyon intenzív az íze. Ez jó néz ki. Tessék. Na, nagyon jó. Tökéletes. Így áthelyezzük, vagyis átkaparjuk ezt a gomba alapot egy ilyen kis lábosba, ahol kényelmesebben össze tudjuk kevergetni. És ilyen botmixerrel szépen összeturmixoljuk. Nem bírjátok elképzelni, hogy milyen finom illata van még ennek a champignon gombának is. A miénk egy picit sűrűbbre sikerült, megkóstolom. Eszméletlen finom, egyelőre így hagyom, de hogyha egy kicsit higítani szeretnék rajta, akkor ezt tejszínnel mindig meg tudjuk tenni, csak utána rottyantani kell rajta egyet.
A húsi mindkét oldalról félig kész van, és átrakom egy ilyen tepsire. Figyelj! Szépen így. Jöhet rá a rozmarin, így. Jöhet rá a fokhagyma is, így mellé. És még egyszerre megsütjük, összesütjük őket. Tegyünk mellé még egy ilyen paprikát, hogy színes legyen. Én mondjuk imádom a sült paprikát, az erőset is, meg a édeset is. És elküldjük ezt a finom husikát egy ilyen 10-15 percre, 180-190 fokra, de fogjuk nézni, nem hagyjuk ott egy pillanatra se. A sertéstarja már egy bő 10 perce sül a sütőbe, és szerintem már készen is van, mert eszméletlen finom illata van. De most a körettel szeretném kezdeni, ami nem más, mint perkelt savanyú káposzta. És így a szélére, vagyis a tányéron szeretnék egy csikot csinálni. Mellé jön majd a húsi. Azért ennek a perkelt káposztának eszméletlen illata van, de tudom mi adja meg neki ezt a finom ízt, ez a disznózsír, gyerekek. Egyenlítsük el a káposztát, ágyazzunk meg a húsinak, így, és akkor jöjjön a főszereplője ennek a történetnek, a tarja. Ú, de szép! Ez nem csak szép, hanem finom is. Figyeld, milyen guszta! Wow! Így szeretem ezt a tarját, mikor ropogósra sül, mert ez a tarja, ez egy zsírosabb része a disznónak, és azt szeretem, mikor ezek a zsír rétegek töpürtyűvé válnak, ilyen ropogósak. Akkor finom. A legszebb szelettel szeretnék kezdeni, ez az, figyeld. Így rátesszük a káposzta ágyra. Figyeld, milyen szépen. Imádom a tarját, egyik kedvenc húsom, ahogy már mondtam, figyeld. Kirakom mindet, mert nagy a család. És az utolsó darabka, ide. Szépen. Ezt a fokhagymát ne adj Isten kidobni. Figyeld, ezzel díszítenek a profi éttermekbe, mert ez a sült fokhagyma, higgyétek el, hogy nagyon finom. Jön ide, fölülre, a káposztára. Ez a sült csipős paprika. Ide átteszem, hogy kényelmesebb legyen a szószt rátenni. A gombaszósz egy kicsit sűrűbbre sikeredett, mint ahogy szerettem volna, de közben átgondoltam, és ez egy gomba krém lesz. És minden húsi tetejére teszünk egy ilyen pici kis kanállal. De ahogy mondtam, hogyha ebből egy szószt akarsz csinálni, akkor veszed a tejszínt, ami már van itt, és ezzel higítjuk. Na, figyeljünk! Itt vannak a rozmaring ágacskák, ezzel fogjuk díszíteni a húsit, így. Szerintem jó néz ki. És akkor szórjuk meg egy pici rozé borssal. Ez a rozé bors egy nagyon finom ízt ad neki, és ez teljesen nem csipős. Ajánlom, hogy próbáljátok ki. És egy ilyen szép, nagy adag tarjás tállal mindenkinek szeretnék szép hétvégét kívánni, és jó étvágyat. Viszontlátásra!